Az alapszakasz után a rájátszást is veretlenül játszotta végig a Csata DSL junior leány kosárlabda csapata, így Bódi Ferenc együttese torony magas esélyesként készülhet a közelgő országos döntőre, illetve az újabb bajnoki címvédésre, amely ha összejön, a klub negyedik aranyérme lehet sorozatban az U18-asok között. Az az igazság, hogy ezekkel a gyerekekkel már édestúlva 4 éve együtt dolgozom. Ők is együtt játszanak már nem 4 éve, hanem még több éve gyakorlatilag az összes korosztályt nagyon-nagyon eredményesen zárták. Én azt gondolom, hogy idén is ki kell mondani, hogy mi vagyunk az országos döntő esélyesei, viszont kellő alázattal és megfelelő tisztelettel fogjuk ezeket a jelenfeleink iránt tanúsítani, és úgy próbáljuk ezt a döntőt megbírni, hogy minden tekintetben kielégítő legyen. Szerintem már így a év elejétől kezdve mi nagyon jól védekezünk, meg támadunk, és próbálunk minél jobban játszani, mert szerintem a csapat egy nagyon maximalista, és próbálunk minél többen nyerni. Jól jelzi a csatáslányok dominanciáját, hogy átlagban több mint 50 ponttal múlták felül ellenfeleiket. Legfőképpen a védekezésünket emelnénk ki. Én azt gondolom, hogy ez már tendencia nálunk évek óta, nagyon-nagyon kevés pontot kapunk, és nekem filozófiám is, hogy a nagyon jól megalapozott védekezésből lehet átmenni könnyű szervezett támadásokba, és rengeteg könnyű kosarunk van, rengeteg átmenet gólunk van, és a felállt védelem elleni játékban sem lepődünk meg. Én azt gondolom, nagyon-nagyon komplex és minőségi a társaságunk, amit a gyerekek hozzáállása, mentalitása nagyon szépen mutat. Az edzőnk Feri, ő mindig azt mondja, hogy a védekezés az első, és ki szokott jelölni, hogy hány pontot kaphatunk egy meccsen, ezért az első az mindig az, hogy minél erősebb legyen a védekezésünk. Emellett van egy kisebb szokásunk, hogy 100 pontnál tartázunk, és igazából emiatt is küzdünk mindig, hogy legyen egy kis jutalom. Nincs egy kiemelkedő játékosunk, ezért úgymond a más csapatok nem tudnak csak egy emberre készülni, és szerintem ez megnehezíti a dolgokat, és szerintem ez is egy nagy erősségünk, hogy mindenki hozzá tud tenni, és mindenki minőségi percokat tud a pályán tölteni, és minden belead. Az tartja legjobban össze a csapatot, hogy már évek óta együtt játszunk, hogy a csapat nagy részét már több mint 10 éve ismerem, szóval ez mindenképpen hozzáad, de például az is, hogy ebben az évben majdnem mind a felnőttekkel edzettünk, ez szerintem meg is fog térülni a döntőn. Szóval szerintem maga a csapatkohézió az nagyon ponton van. Elsőképpen a csatában mindig a védekezés volt fontos. Legfőképp ugye a letámadásunk, a tranzícióink, az, hogy átfutjuk az ellenfelet. Egyesével mindenki nagyon jó védő, szóval tényleg ez a legnagyobb erősségünk. A saját korosztályuk mellett a csata fiataljai az NB1B-ben is remekelnek, a záróforduló előtt vezetik a tabellát, vagyis a felnőtt másodosztályban szintén közel állnak a címvédéshez. Szerintem az egy nagyon nagy dolog lenne, mert évelején nem úgy kezdtük el ezt az egészet, hogy mi esélyesek vagyunk megnyerni, de így, hogy levertük az MTK-t is, így kiderült, hogy szerintem mi vagyunk a legjobbak. Az, hogy már második éve tudjuk megnyerni a B csoportos bajnokságot, ez mindenféleképpen egy nagyon jó és felemelő dolog, főleg fiatal játékosokkal, azért a Szörényi Laurát mindenképpen kiemelném, ő nagyon-nagyon nagy segítséget nyújt, de nem csak ő, hanem van néhány idősebb játékos, volt néhány idősebb játékos, de természetesen a junior gárdára alapozódik ez a B csoportos csapat. Én azt gondolom, hogy a fejlődésük érdekében a gyerekeknek nagyon fontos, hogy egyel feljebbi korosztályokba is megmérettessenek. Én mégis sokkal, de sokkal jobban várom a nyári megmérettetéseket a nemzetközi szintéren. Nagy büszkeséggel mondhatom el azt is, hogy gyakorlatilag a teljes junior gárdánk játékosai valamilyen tornán részt fognak venni, vagy a 3x3 keretei között, vagy a 5-5 Európa bajnokság keretei között. Ez, én azt gondolom, hogy hűen tükrözi a klubunknál elvégzett munkát.